Bizonyos betegségcsoportok leginkább télen jelentkeznek, vagy akkor okoznak súlyos tüneteket. Ilyenek a megfázásos megbetegedések, melyek akár súlyos szövődményekkel is járhatnak, vagy a fejlett országokban népbetegségnek számító magas vérnyomás. A leggyakoribb téli betegségekről dr. Komoróci Károly háziorvossal, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Megérkezett most már a tél is hozzánk, és érdemes néhány szót ejteni olyan betegségekről, amik télen gyakrabban fordulnak elő, mint más időszakokban, nyáron vagy tavasszal. Ilyen őszi-téli betegségek általában megfázásos betegségek, a köznyelv így fogalmazza, de ezeket orvosilag, meg nem csak orvosilag, hanem azért a pácienseknek is érdemes több részre osztani ezeket a betegségeket. Vannak az egyszerű megfázásos betegségek, vannak a bronchitiszes betegségek, és van az influenza. Azért is fontos ez, mert másabb a kezelésük ezeknek a betegségeknek. Az egyszerű megfázásos betegségek általában ilyen meghűléses betegségek. Nem feltétlenül a hideg okozza a megfázásos megbetegedéseket, általában vagy vírusok, vagy baktériumok, vagy valami kevert fertőzés okozza ezeket, de a hideg mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljanak ezek a betegségek. Ezek általában felső légúti megbetegedések, tehát torokfájás, orrfolyás, rossz közérzet társul hozzá. A megfázásos betegségeknél általában nem jár magas lázzal, és nem jár ízületi izomfájdalmakkal. Tulajdonképpen ez az, amivel el tudjuk különíteni mindenféle egyéb eszköz nélkül az influenzás megbetegedésektől. Az influenzás megbetegedések azok általában erős végtag, illetve izomfájdalommal járnak, illetve magas lázzal járnak. Azért fontos az elkülönítés, mert az influenzás megbetegedéseknek a szövődményei azok gyakoribban. Tehát valamilyen súlyosabb betegség kialakulhat, nagyon ritkán természetesen, de kialakulhat a talaján. Ilyen például kialakulhat tüdőgyulladás, akár szívbelhártya gyulladás, és ez azok, amire figyelni kell. Az influenzát a influenza vírus okozza egyébként, tehát az influenzára az antibiotikumok, amiket a paciensek gyakran követelnek tőlünk orvosoktól, de sajnos az influenzára nem hatnak ezek a készítmények. Az igaz, hogyha 4-5 napja már az influenza tünetek megvannak, akkor szoktunk adni antibiotikumot a felülfertőződés megelőzésére. Ilyenkor már egy kevert fertőzés is kialakulhat, hiszen az influenza legyengíti a szervezetet, és ennek a talaján pedig megtelepedhetnek más olyan baktériumok, kórokozók, amikre már hatással lehetnek az antibiotikumok. Önmagában az influenza megelőzésére a legjobb dolog a védőoltás, ezt javaslanám még most is mindenkinek. Igaz, hogy egy olyan 2 hét még kialakul a teljes védettség, de már 1 hét után is valamelyest véd az esetlegesen a járványtól az oltást. Tehát az influenza oltást, azt mindenképp javaslom mindenkinek, hogy vegye föl. A lakosság nagyobb része az ingyenesen megkaphatja ezt a háziorvosánál. A háziorvos ezt fogja tudni, hogy milyen esetekben ingyenes az oltás, és milyen esetekben az, amikor esetleg térítési díjat kell fizetni érte. De egyébként akiknek különösen javasoljuk, a gyermekek, a terhes, várandós hölgyek, illetve akik gyermekvállalásra készülnek, és az idősebb korosztály. Egyébként sajnos az influenza terjedésében mi orvosok is szerepet játszunk, illetve hát a rendelő intézetek, sajnos a közösségben, a váróteremben is gyakran terjed ez a fertőzés, ugyanígy a közintézményekben is, tehát ahol sok ember előfordulott, ezek a felső légúti megbetegedések, nem csak az influenza, hanem más betegségek is gyorsan elterjednek. Tehát ilyenkor, hogyha járványos időszak van, még most nincs, de lehet, hogy mire adásba kerülünk, akkor esetleg kialakulhat már az influenza járvány Magyarországon is, hiszen meredeken emelkednek a megbetegedések száma. Ezt egyébként mi orvosok jelentjük mindig a hatóság felé, hogy hány ilyen megbetegedést észleltünk, és ebből tudnak egy ilyen országos statisztikát levonni. Úgyhogy
hogyha emelkedik és tényleg kialakul a járvány, akkor azt tanácsoljuk a pácienseknek, hogy aki teheti, az orvoshoz csak a legszükségesebb esetben menjen. Tehát a havi receptírást, az olyan dolgok, amik halaszthatók, adminisztratív dolgok, amiatt most ne üljenek a rendelőbe, mert a váróteremben sajnos ki vannak téve annak, hogy elkaphatják a influenza megbetegedést. Említettem még a hőrkurutot, ami a megfázás, illetve az influenza mellett gyakoribb a téli, őszi időszakban. Ilyenkor a hörgők betegednek meg. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés picit már lejjebb terjedt, tehát már nem a garat, nem a nyak, nem az orr, illetve az orr homloküregek betegednek meg, hanem a tüdő felett terjedt a betegség, tehát a hörgők betegedtek meg. Erre jellemzőbb az, hogy a köhögés során egyfajta produktív váladék is ürül, de például ilyen produktív váladék ürül a dohányosoknál is. Tehát az is azt bizonyítja, a dohányzás nincs jó hatással az ember egészségére, és a hőrkurutban is ez a váladék az, ami ürül. Vigyázni kell arra, hogy nem menjen át tüdőgyulladásba, hiszen a hőrgőkről nagyon könnyen még lejjebb terjedhet ez a gyulladás, tehát ennek a kezelése ez az, amire figyelnünk kell. És hogyha most túllépünk azon a dolgon, hogy milyen ilyen megfázásos, fertőzéses megbetegedések fordulnak elő, ezek gyakran az őszi téli időszakban, gyakrabban, mint a tavaszi nyári időszakban, akkor olyan betegség, ami még az őszi téli időszakban gyakrabban előfordul, az a magas vérnyomásnak a súlyosbodása, illetve vérnyomás kiugrások. Ennek egyfajta fizikai oka is van, hiszen télen a vérerek összéphúzódnak, míg nyáron inkább kitágulnak. Hogyha kitágulnak a vérerek, akkor a nyomás az picit csökken. Még télen, mikor összehúzódnak az erek, akkor a nyomás növekszik. Ez ugyanúgy vonatkozik egy gumicsőre, mint az embernek az érrendszerére is. Tehát ilyenkor télen sok magas vérnyomásos páciensnél meg kell emelnünk picit a vérnyomás adagját, és előfordulhat az, hogy tavasszal pedig visszacsökkentjük a régi eredeti dózisra. Akinek magas vérnyomás betegsége van, azt tudja, és remélem, hogy minél többen alkalmazzák azt, hogy vérnyomás naplót vezetnek. Ez azt jelenti, hogy reggel, délben, este egy kis füzetben, vagy bármilyen más lapra, sokan a naptárukba beírják a vérnyomás értékeket. Ez nagyon hasznos számunkra, orvosok számára, hogy ellenőrizni tudjuk a vérnyomást, hiszen az, hogy valaki bejön ide a rendelőbe és megmérjük a vérnyomást, az nekünk nem elég információt tartalmaz. Sokan izgulnak a rendelőben, sokan megittak előtte egy kávét, sokan előtte várakoznak, egyéb másokból idegesek. A vérnyomást otthon a legcélszerűbb mérni és nyugalmi állapotban. A legideálisabb az, hogyha nem is az első mérést írjuk be, hanem a második mérést, az egy picit általában már alacsonyabb is, mint az első, hiszen ekkora stresszfaktort ki tudjuk küszöbölni. Úgyhogy akinek van ilyen vérnyomás naplója, az esetleg észreveheti azt, hogy a téli hónapokban egy picit biztos, hogy magasabb lesz a vérnyomás, hogy ez indokol-e majd gyógyszeres változtatást, vagy nem, azt a házi orvosával tudják megbeszélni, de mindenképpen arra kérem, hogy hozzák is el ezt a vérnyomásnaplót egyébként, ha már vezetik, mert sokszor van az, hogy esetleg otthon marad. Ilyenkor a kezelés lényege az, ami tulajdonképpen elvész, hiszen mi is adatokból tudunk jó következtetéseket levonni, minél több vérnyomás érték áll rendelkezésre, annál könnyebb megmondani, hogy hogyan kell gyógyszerelni a pácienst. Elkerülhetjük a téli megfázásos megbetegedéseket, ha kellően ellenállóvá tesszük a szervezetünket a baktériumokkal és vírusokkal szemben. Ehhez a legfontosabb a megfelelő táplálkozás és vitaminbevitel. Mi az, amit tehetünk, mivel tudjuk ezt köznyelven úgy fogalmazzuk, hogy erősíteni az immunrendszerünket, ami picit pontatlan megfogalmazás, de mindenképpen igaz, hogyha egészségesen étkezünk és jó kondícióban tartjuk a keringésünket, illetve magunkat, akkor ellenállóbb lesz a szervezetünk a megbetegedésekre. Fontos a C-vitamin, illetve a D-vitamin a téli hónapokban. A D-vitamin azért, mert a napfény kevesebbet ér ilyenkor minket, és a D-vitamin az immunrendszerben is szerepet játszik, és egyfajta antioxidáns, és ugyanúgy, mint a C-vitamin. Ilyenkor ezt nagyobb dózisban érdemes a C-vitamint is olyan fél vagy egy grammos dózisban
tehát 500 vagy 1000 mg-os dózisban bevenni, és a D-vitamint is ilyen 1000-2000, akár 3000 nemzetközi egységes dózisban is lehet pótolni. Gyermekeknél ez egyébként a cseppek formájában meg is valósul, de akik már nagyobb gyermekek, azoknak is nyugodtan lehet D-vitamint adni, hiszen a csontok növekedéséhez is hozzájárul, és ilyenkor a téli időszakban hiányzik a napfény. A másik dolog az, hogy igyekezzünk sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. A legjobbak a szezonális zöldségek, gyümölcsök, ezekből tényleg természetesen kevesebb van. Úgyhogy próbáljuk pótolni olyannal, amit éppen találunk, de hogyha mindenképpen, ha magyar gyümölcsöt találunk, és olyan zöldséget, gyümölcsöt, amit minél közelebb termesztettek a lakóhelyünkhöz, az mindenképpen nagyobb vitamin tartalommal bír, mint az, ami hónapokat utazott ide egy másik kontinensről. Tehát igyekezzünk minél közelebb lévő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, azoknak nagyobb a vitamin tartalma, értékesebbek a szervezetünk számára. A másik dolog, azt említeném a testmozgást, tehát a testmozgás az a téli hónapokban is fontos lehet. Természetesen itt azért ugyanik kell arra, hogy ne fázzunk meg közben, hogyha kimelegettünk, akkor a hideg az nem feltétlen szerencsés számunkra, de akár télen is lehet folytatni, ha valaki fut, akkor azt télen is tudja folytatni, illetve az edzőtermek is, vagy a kondicionáló termek is rendelkezésre állnak ilyenkor. Az immunrendszerünk működésében a bélflóránk az nagyon fontos, tehát én a probiotikumokat tudom javasolni, nem csak akkor, hogyha antibiotikumot fogyasztunk, illetve az antibiotikum kúra után a probiotikus kúrát, hanem úgy általában is. Probiotikumoknál arra kell figyelni, hogy minél többféle hasznos baktérium legyen a készítményben, megbízható gyártótól származzon, hiszen ezeknek a baktériumoknak túl kell élni a gyomorsavnak a támadását, túl kell élni az emésztőenzimeket, és majd a vastagbélben kell kifejteniük a hatásokat. Tehát fontos az, hogy jó minőségű probiotikumot fogyasszunk, hogy tényleg eljusson ezek a jó baktériumok eljuthassanak oda, ahova szántuk őket a vastagbélbe. Fontos az, hogy a probiotikum mellé prebiotikumot is fogyasszunk. Ezek tulajdonképpen a táptalajok, amin ezek a jótékony baktériumok el tudnak szaporodni. Van olyan készítmény, ami össze is van kombinálva egyébként, talán ezek a leghasznosabbak, ezeket szimbiotikumoknak hívjuk, ha így keresik őket a patikában, akkor ez hasznos dolog. Érdemes otthon tartanunk olyan vény nélkül kapható gyógyszereket, amikre bármikor szükség lehet. Ilyen a lázcsillapító, a köptető, vagy a megfázás és az influenza egyéb tünetei csillapító készítmények. Ilyenkor télen érdemes még a házi patikánkat picit kibővítenünk, tehát mindenképpen legyen otthon lázcsillapító, fájdalomcsillapító, esetleg görcsoldó is. A köptető az nagyon hasznos lehet abban, hogy a betegségek azok ne terjedjenek az alsóbb légutak felé. Aki dohányzik egyébként, annak mindenképpen javasolt, hogy reggelente köptetővel segítse az, hogy kiürüljenek a lerakódott káros anyagok a tüdejéből, de ilyenkor téli hónapokban, enyhébb megfázásban ezek a köptetők hasznosak lehetnek. Ezek recept nélkül beszerezhetők, illetve vannak olyan készítmények, ahol a gyártók próbálták már összekombinálni ezeket a megfázásos megbetegedésre jótékony hatású készítményeket. Ezek az mindenféle forró italporok. Egyrészt itt a meleg italnak is van egy jótékony hatása, egy jó érzetet kelt, de ezekben vannak hatóanyagok is. Általában olyan hatóanyagok, amit receptre is fel tudunk írni, csak csökkentett dózisban. Ezek is hasznosak egy enyhébb megfázásnál. Fontos kérdés, hogy mikor forduljunk orvoshoz. Van az egyszerű eset, mikor dolgozunk, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk teljesíteni a munkánkat, akkor mindenképpen el kell jönni a házi orvoshoz a táppénz miatt. Ez az egyik eset. De a másik eset, hogyha ez a munkánkat éppen nem befolyásolja, akkor én azt mondom, hogy próbáljuk meg magunkat egy picit kezelni néhány napig otthon, és ha ez nem sikerül, akkor forduljunk csak orvoshoz. Egyrészt azért, mert itt a váróteremben is összeszedhetünk más betegségeket, másrészt mi is megfertőzhetjük
a váróteremben lévőket. Tehát ezekkel a lázcsillapítókkal, fájdalomcsillapítóval, köptetővel, C-vitaminnal, folyadékpótlással, pihenéssel, ezzel próbáljuk meg az enyhe meghaladást kezelni, hogyha ez nem hatásos, akkor pedig el kell jönni orvoshoz, tehát ha 3-4 nap alatt nem múlnak ezek a panaszok, akkor mindenképpen szükséges az orvosi vizsgálat. Az influenza-szerű megbetegedésekre ugyanez vonatkozik. Igaz, hogy az antibiotikumok nem hatnak az influenzára, de hogyha 3-4 napnál már tovább tart a megbetegedés, akkor mindenképpen lássa orvos itt is a pácienst. Az influenza-szerű tünetek, ezek a izomfájdalom, magas láz, végtaggyengeség, rossz közérzet, de ugyanúgy a köhögés, az orrfolyás is előfordul itt is. Gyermekeknél érdemes figyelni arra, hogy a hallásuk nem csökkene, mert hogyha csökken, az azt jelenti, hogy a fertőzés a fül felé terjed. Ilyenkor is indokolt lehet az antibiotikum használata. A megelőzéshez hozzátartozik az évszaknak megfelelő öltözködés is, tette hozzá doktor úr. A megfázásos és a téli betegségek megelőzésében fontos még az öltözködés is. Ez egy banális dolognak tűnhet, de sokszor probléma. Fontos az, hogy tényleg rétegesen öltözködjünk. Fontos az, hogy ezeket a rétegeket, ezeket vegyük le, hogyha melegebb helyiségekbe érkeztünk, illetve hogyha valami sporttevékenységet végzünk, és nem menjünk ki úgy a hidegbe, hogy nem öltjük föl ezeket a rétegeket újra magunkra. Tudom, hogy ez banális dolognak tűnhet, de nagyon sokszor ez áll az ilyen megbetegedések mögött, a nem megfelelő öltözködés. Fontos még a folyadékpótlás, és az emberi szervezetnek szüksége van a vízre. A téli hónapokban akár még több vízre is szükség van. Az is fontos, hogy a megfelelő páratartalom a lakásban az jó legyen. Télen melegítünk, és régen a fűtőtestre helyeztek ilyen vízzel teli tálakat, manapság már vannak modernebb eszközök, az ilyen párologtatók. Ezek nagyon hasznosak, hiszen párásítják a levegőt. A meleg levegőnek egyébként csökken a páratartalma, és ez irritációt okozhat a légutakban, tehát erre valók ezek a párásítók, hogy csökkentsék az irritációt, különösen kisgyermekeknél, vagy akinek van valamilyen tüdőbetegsége. De szerintem vannak olyanok is, akik nincs, de érzékeny erre. Úgy javasolt, hogy hogyha kisebb a pénztárcája, akkor a fűtőtestre egy tálkában vizet lehet helyezni, hogyha megengedheti magának néhány ezer forintért, akkor ultrahangos párásítókat lehet beszerezni. Ezekben a párásítókban egyébként még ilyen gyógy növénykivonatokat is lehet csepegtetni, amik kellemessé teszik a levegőt, tehát egyfajta illatosításnak is fel lehet használni, amellett, hogy az egészségünket a párásítás az védi. A megelőzésnek még a másik fontos összetevője az, hogy kerüljük el a beteg embereket lehetőleg, hiszen ezek a megfázás, a bronchitis is, de az influenza is cseppfertőzéssel terjed, tehát egyik emberről a másik emberre terjed, vagy tüsszögéssel, vagy nyállal, vagy valamilyen más testnedvel, de mindenképpen, ha egy légtérbe tartózkodunk egy ilyen beteggel, akkor esélyünk van arra, hogy elkapjuk a betegséget. Más országokban elterjedtek ezek a maszkok, amit a beteg emberek, hogyha tudja magáról valaki, hogy beteg, akkor ez felhelyezi az arcára, ezzel védi a többi pácienst. Jó lenne, ha elterjednénk Magyarországon is, bár kétségkívül, hogy ilyen kicsit még furcsa nekünk, hogyha ilyen embereket látunk az utcán, de például Japánban ez teljesen elterjedt, hogy akinek valamilyen megbetegedése van, az úgy védi a többi embert, hogy egy ilyen szájmaszkot felhelyez az orrára és a szájára. Mi azt tehetjük, hogy lehetőleg kerüljük az olyan helyeket, ahol ilyen beteg emberekkel érintkezésbe léphetünk, és ha tudjuk magunkról, hogy esetleg bujkál bennünk valami, akkor ne látogassuk meg az idős hozzátartozónkat, vagy a fiatal, vagy újszülött gyermekeket.